Június első felének időjárása országszerte nagy károkat okozott az otthonokban. A biztosítókhoz 18 és fél ezer bejelentés érkezett. A lakásbiztosításokhoz kapcsolódó kárigények becsült összege megközelítette a 2 milliárd forintot. Az elmúlt éveket a szélsőséges időjárás jellemezte, a kánikula mellett folyamatosan emelkedett a viharos napok száma Magyarországon, aminek köszönhetően gyakoribbá váltak a viharkárok. Egy júliusban végzett országos felmérés szerint a válaszadók 26%-a mondta, hogy az elmúlt öt évben már volt viharkára. A biztosítók adatai szerint tavaly nyáron 104 ezer viharkát jelentettek be hazánkban, amelynek 40%-át villámcsapás okozta. Nagyon sok volt a szélvihar által okozott kár, illetve a lezóduló hirtelen csapadék miatti kár nagyon sok tetőszerkezet, megrongálás, sikár származott, illetve a szabadban tárolt vagyontárgyak is sérültek, valamint nagyon gyakori még a túlfeszültség által okozott, tehát a másod, villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk száma. Nagyon kevesen használnak egyébként olyan védőberendezéseket, amely a túlfeszültség ellen védene. Ezt célszerű lenne mindenkinek beszereltetni, hogy ne menjenek tönkre ezek az elektronikai berendezések otthon. Egy korábbi felmérés szerint az otthonbiztosítással rendelkezők közel harmada, öt éve vagy még annál is régebben módosította a szerződését, ráadásul az ingatlan tulajdonosok egy része még mindig nem biztosítja otthonát és értékeit. Érdemes a lakásbiztosítást aktualizálni is, különben elképzelhető, hogy kár esetén a biztosító adott esetben nem fizet. Fontos, hogy átnézzük, hogy mikor a biztosítási szerződésünk, hogyha nagyon régi, tehát ilyen öt tíz évre is visszamegy a biztosításnak a megkötése, akkor célszerű átnézni, hiszen ezek a kockázati elemek körülbelül egy ilyen két-három éve kerültek bele a lakásbiztosítási módozatokba. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha megtörtént a baj, a lehető leggyorsabban értesítsék a károsultak a biztosítót, és várják meg, amíg a kárbecsnő megérkezik a helyszínre, emellett a károkat érdemes fényképen is dokumentálni. A legtöbb biztosítónál már online felületen is megtehetjük a bejelentést. A társas házak esetében más a helyzet, ott nem biztos, hogy a biztosítás kiterjed például a lakáson belüli burkolatra, festésre, tapétára, illetve egészen biztosan nem nyújt fedezetet a lakásban található ingóságokra, vagy éppen a biztonsági üvegezésre.